Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt a Blik Podcastja augusztus 26-án szerdán. Én Szabadfi Mónika vagyok. Én pedig Vajta Zoltán. Ma arról beszélgetünk, hogy bárkit egy életre megbetegíthet a koronavírus. Az adás végén pedig kiderül, szeptemberben merre érdemes kirándulni hazánkban. Vágjunk is bele! Hiába gondolod, hogy maga mögött hagyta a koronavírust Barta Szilvia, a TV2 időjósának rengeteg egészségügyi problémája lett, miután felgyógyult a fertőzésből. Igen, még márciusban kapta el a vírust, és hát ugye akkor sokat hallottunk róla, hogy hát heteken át küzdött vele, és bár már a nehezén túl van, de mint ahogy te is említetted, a betegség még mindig nem múlt el nyomtalanul nála, mint ahogy, mint kiderült, sok más embernél sem, akik ugyanebben szenvedtek tavasszal. Ők magából a fertőzésben már felgyógyultak, viszont különféle egyéb kórok jöttek elő a fertőzésen átesett embereknél. Barta Szilviának például ő arról beszél, hogy kiütései lettek, megőszült, és azóta állandó fáradtság, gyötri hangulatingadozásai vannak, meg még sok más kellemetlen tünet. Igen, és hát ugye, mint említettük, az ő esete ráadásul nem is egyedi. Te találkoztál olyannal, akit szintén hasonlóan megviselt a koronavírus azután, miután felépült ebből a korból? Nemrég írtunk egy túlélő asszonyról, és én beszélgettem vele elég sokat, ő is átesett a fertőzésen. 2 hétig volt élet-halál között. Ő is felgyógyult, 3 vagy 4 hétig tartott, nem volt egy rövid időszak. Ma sincs jól, arra panaszkodott, hogy hullik a haja, elvesztette az erejét, alig bírja napi teendőket megcsinálni. Egy faluban lakik, és mondta, hogy korábban sok kilométert fürgén gyalogolt, megállás nélkül megjárta a boltot. Most viszont többször le kell állnia, és egyszerűen nem kap levegőt, nincs ereje. És ami még nagyon furcsa, illetve nagyon rossz, hogy cukorbetegség alakult ki nála a fertőzés után, miután felgyógyult. Korábban semmilyen problémája nem volt. Tehát viszonylag egy egészséges asszony volt a koronavírus fertőzés előtt. Pedig a szakértők szerint ugye hát az sincs egyáltalán kizárva, hogy a koronavíruson átesett beteg a fertőzés után teljesen visszanyerheti korábbi egészségi állapotát, de azért látszik, hogy vannak, akiknél tényleg maradandó egészségkárosodást okoz a vírusfertőzés. Igen, és ezt tudják az orvosok, hogy valami van, hogy valamit csinál az emberi szervezettel a vírus, de sötétben tapogatóznak, keresik az okokat. Azért is nagyon furcsa ez a probléma, mert hogy nagyon sokféle betegség marad vissza a koronavírusból, tehát nem csak az, hogy csak a tüdőt betegíti meg, vagy csak a nem tudom milyen szervezetet, hanem nagyon sokféle egyéb, és komoly, tehát nem félváról vendő egészségkárosodás maradt hátra a koronavírus fertőzés után. És azt mondják, hogy erre figyelmeztetnek virológusok, ezért sem szabad félváról venni. Legtöbben talán tünet nélkül vészelik át a fertőzést. Sokan vannak, akik egy ilyen megfázásszerű, influenza-szerű betegséggel túljutnak rajta, és aztán felépülnek. Viszont még azoknál is jelentkezhetnek ilyen utólagos, nem tudni meddig tartó, örökké tartó vagy évekig tartó betegségek, akik egyébként teljesen tünetmentesen jutottak túl a koronavíruson, és mondjuk nem is, mondjuk csak egy vérvételből mutatták ki nekik utólag, hogy egyébként ők átestek a fertőzésen. Szóval ez egy nagyon alattomos betegség, és hogy nagyon keveset tud róla még mindig a tudomány, és ezért tartanak nagyon tőle a virológusok. Nem tudjuk, hogy 1 év múlva, 2 év múlva mit fogunk tudni erről a kórokozóról. Igen, tehát lényegében úgy tűnik, hogy egyelőre senki sem lehet nyugodt, és hát tényleg jó lenne, hogyha az emberek betartanák a maszkviselési szabályokat, illetve például ebben a helyzetben nem tapogatnák össze kézzel a zsemlét és a kenyeret válogatás közben. Képzeld el, múltkor például előttem veszett össze a boltba egy férfi egy fiatal sráccal, mert az nem volt hajlandó használni a csipeszt, amivel ugye ki lehet venni a zsemlét, hanem inkább a kezével összetapogatta, és hát olyan pofátlan volt, hogy szinte az összes zsemlét, és hát azért ebben a vírusos helyzetben az ilyen apróságoknak is igen nagy jelentősége van. Igen, és például vannak cégek, akik az egész üzletpolitikájukat, vagy a nem tudom, a marketingüket, reklámszlogenjüket képesek megváltoztatni a járvány miatt, akkor azt, hogy mi ilyen alapvető dolgot betartsunk, hogy ne tapogassuk össze az élelmiszert, hát ez a minimális elvárás. Az egyik gyors étterem lánc a 60 éves szlogenjét cserélte, változtatta meg. Ez valahogy úgy szólt, hogy mind a 10 ujjad megnyarod utána,
mert hogy olyan finom, amit ők árulnak. Hát ilyet most nem csinálunk étteremben, nem csak itt, hanem sehol máshol. És egyébként meg szerintem sok minden mást abba kellene hagynunk. Például én szerintem nem jó dolog látogatni a zsúfolt buli helyeket, és komolyan kellene végre venni az orvosokat. Nem véletlenül mondják, amit mondanak, ők tényleg nem valamiféle háttérhatalom és összeesküvés szolgálatába álltak, hanem csak az egészségünket akarják megóvni, ahogy tették ezt a koronavírus előtt is. És szerintem figyeljünk rájuk, mert azért ők többet tudnak erről, mint a laikus emberek, akik egyébként nem tudom, professzornak képzelik magukat, és mindig megmondják a tutit, és mindig mindenki mindenhez ért, most éppen koronavírushoz ért mindenki. Viszont azért, ha tehetjük, akkor menjünk ki a szabadba, és menjünk kirándulni. Keresünk nem túl zsúfolt helyeket. Hazánkban is rengeteg gyönyörű rész található, amit tényleg még ősszel is érdemes megnézni. Kocsis Noémivel, a Szkolár Kiadó gondozásában megjelent Bakancsista Magyarország című kötet szerzőivel arról beszélgettem például, hogy szeptemberben hova kiránduljunk, és hát, hogy milyen titkos helyeket érdemes itthon felfedeznünk. Ahol ugye nem fenyeget a vírusfertőzés veszélye. Szia Noémi, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Szia, kedves Mónika, én is nagyon szépen köszönöm a felkérést, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Idén nyáron a koronavírus miatt sokkal többen nyaraltak ki itthon, mint ugye a korábbi években, és nagy valószínűséggel az őszi kirándulások célpontjának is valamelyik gyönyörű hazai vidéket választják majd az emberek. Ha valaki egy szeptemberi kirándulást tervez Magyarországon, mit ajánlanál most neki? Nehéz lenne kizárólag egyet kiemelni, de megpróbálok egy párat ajánlani akkor a hallgatóknak, meg nektek. Úpony, amit a magyar középföldének is neveznek, Borsodama Új-Zemplén megyében található. Benne van a nevében, hogy egy elbűvölően gyönyörű táj, úgyhogy az szerintem egy szeptemberi, vagy még inkább egy októberi, amikor Magyarországon gyönyörű az időjárás, már nincs nagyon nagy forróság, de nagyon sok a napsütéses napok száma. Egy csodálatos kirándulás lehet. De hogy egy picit haza is beszéljek, Fejér megyében van egy gyönyörű helyszín, nem messze Székesfehérvártól, Gántnak hívják, egy nagyon aranyos kis váb település, és amellett van egy olyan marsra emlékeztető vörös színű táj, amelyet nagyon szoktak kedvelni a kisgyermekes családok. Úgy képzeld el, minthogyha tényleg egy ilyen vörösbe mártott, hegyes, lankás környék lenne, mert a térségben régen bauxitbányászat folyt, és ez a tevékenység elszínezte a talajt, és tényleg egy hatalmas terület, ahol nagyon jól lehet jönni, menni lefel, a gyerekek kis dinoszauruszokkal, meg kis harci figurákkal szoktak fotózkodni, szóval egy igazán különleges helyszín, azt gondolom, de bármerre nézünk Magyarországon, szerintem találunk olyan gyönyörű erdőt, vagy kisebb-nagyobb dombot, hegyet, ahol ilyenkor szeptemberben, októberben nagyon jól esik egy túra, egy kirándulás. Említetted itt a kisgyermekes családokat. Kiknek szól leginkább ez a Bakancsista Magyarország című kötet? Milyen úti célokkal találkozhatnak benne az olvasók? Én ezt nagyjából mindenkinek szántam, ezt a könyvet. Bár jó magamnak van 3 gyermekem, de emlékszem még azokra az időkre, amikor felhőtlen szingliként, vagy felhőtlen kezdő szerelmesként párommal kirándultunk valahol Magyarországon. Most felhőtlen 3 gyerekes anyuka teszem ezt. Tehát én azt szerettem volna, hogyha úgy nagyjából minden korosztály és mindenki képet kaphat ezekről a dolgokról, úgyhogy mindenkinek szántam, ezért inkább úgy osztottam fel a tematikáját a kötetnek, hogy ne tájegységek mentén haladjonak a címszavak, mert ugye 777 különböző címszó szerepel benne, ajánlatkaland, hanem hangulati felosztásban gondolkodtam. A fiatalok valószínűleg inkább értékelni fogják az adrenalin fröccs fejezetben található ajánlatokat, hiszen itt kisebb veszélyek, száguldások, magaslati pontok meglátogatásai szerepelnek. A családosoknak, vagy esetleg a középkorosztálynak, az idősebbeknek pedig biztosan jobb megoldás elmenni egy olyan helyszínre, ahol ismert vagy kevésbé ismert magyar legendák nyomába eredhetnek, vagy egy olyan vadregényes túrahelyszínt járatnak be, amely eddig még nem szerepelt a bakancslistájukon. Úgyhogy összefoglalva, én ezt minden korosztálynak és mindenféle családi állású embernek szántam, és remélem is, hogy megtalálja benne mindenki a maga számára megfelelő kalandot és úti célokat. És ahogy láttam, ugye nem csak a kedvelt és jól ismert turista látványosságok szerepelnek a könyvben, hanem vannak titkos eldugott helyek is. Igen, igen, én imádom a titkokat, úgyhogy igyekeztem ezekből is minél többet összeszedni.
olyan szurdokok, ahol általában csak tapasztalt kirándulók jártak eddig, viszont a helyi nemzeti park, vagy a közeli nemzeti park, vagy szervezet szakemberei szerveznek oda olykor-olykor vezetett túrákat, ezekre érdemes bejelentkezni. Vagy tényleg azok a kis helyszínek, amik eddig nem igazán szerepeltek a legtöbb útikönyvben, de például a blogokban, vagy a túracsoportokban örömmel számolnak be róla a kirándulók. Ezeket is feltérképeztem, és egy kicsit összeszedtem ezeket is. Neked személy szerint melyek a kedvenc hazai helyeid, és miért? Én Székesfehérváron élek, de gyerekkoromban minden nyarat a nagymamámnál Borsodabaúj-Zemplén megyében Miskolcon töltöttem, úgyhogy nekem Miskolc is egy nagy szívcsücsök, illetve a környék. Mi éppen most jöttünk haza egy pár nappal ezelőtt egy ilyen borsodi kis nyaralásból, és hát hatalmas örömmel ültünk fel, én még szülőként is, a Lilafüredi kisvasútra ismét, és szívtuk be annak a harapható levegőnek a hatalmas mennyiségét, ami ott a Fönn-Diósgyőr felett megy ez a kis vonat. Úgyhogy az a környék nekem nagyon nagy szívcsücsök, én azt mindig szívesen ajánlom. Garadna, akkor az ómassai őskohó, ez is szerepel a könyvben. Diósgyőri vár mellett csináltak egy gyönyörű szép tündérkertet, ami hatalmas élmény volt most a gyerekeimnek. De például Mecsekben, tehát Pécs környékén is nagy kedvencem sok hely. Ott az ottani kis várocskák, vagy például említhetném Veszprémben a Patakpartot, amit nagyon szépen rendbe hoztak, az egész várnegyed, imádunk ott sétálni, és hát persze az örök szív melengető hely, az hát a Székesfehérvár, a szülővárosom, úgyhogy, hogyha valakinek így helyszínt ajánlok, akkor mindig mondom, hogy a Bori várba mindenképpen jöjjenek el, mert az egy gyönyörű alkotás, Bori Jenő szobrászművész építész készítette, több mint 25 évig a saját keze munkájával és a feleségének ajánlotta, úgyhogy ez például egy gyönyörű szerelem és egy nagyon szép házasság mementója, meg szokta érinteni az embereket. Végzetül, ha már Bakancs Listáról van szó, bár most az előbb említettél már rengeteg gyönyörű helyet, ha hármat választhatnál, melyek azok a helyek, amelyeket tényleg látni kell Magyarországon? Igazából én úgy fogalmaznék, hogy amiket így érdemes most esetleg egy ilyen őszi kiránduláson fölkeresni, mert nagyon különlegesek. Hogyha valaki kevés pénzből, de szépet akar látni, akkor én a helyében talán elmennék így első körben Szentendrére. A könyvek a borítóján is ugye egy szentendrei jelenet szerepel a színes esernyőkkel. Én azt gondolom, hogy például ez a kis utca, a szentendrei kis utcák bája titokzatossága, az olyan kalandnak számít, vagy olyan élményt ad, ami biztos, hogy emlékezetes marad. Arról nem is beszélve, hogy ugye a szentendrei önkormányzat, illetve a helyi civilek kezdeményezésére a Dunaparton ilyen nagyon klassz színes, óriási kövek vannak, amik tényleg annyira egyediek szerintem Magyarországon. Ott például a könyvben van erre egy kis címszó, Üzenj a mosolyoddal címmel, hogy ott lehet szelfizni és fotókat szétküldeni, vigyorogva az ismerősöknek, mert ez egy nagyon különleges dunaparti helyszín. Aztán, hogyha Budapesten járunk, akkor én biztos, hogy összeszedném Kolotko Mihály kis apró miniatűr szobrait egy saját bakancslistás kis fotóalbumba magamban, mert ezek egyre több helyen vannak Magyarországon, most már Veszprémben is. Hallatlanul bájosak, és szerintem annyira leképezik a mai magyar közéletet, vagy a kultúránkat, az apró kis ho-ho-ho horgász kukactól elkezdve a tündéribbnél tündéribb kis figurákkal, úgyhogy oda mennék, és ezeket így Budapesten megnézném. Illetve Somogy Vámoson van egy csodálatos templomrom, ami már 800 éve áll. Akkoriban, tehát az idők kezdetén védelmi épület volt, és most pedig naplementében egy annyira lenyűgöző épület most is, hogy oda mindenképpen elmennék, és ajánlom mindenkinek, már csak azért is, mert egy nagyon klassz kis legendárium is csatlakozik hozzá. Egy kicsit vérfagyasztó ugyan, de nagyon érdekes, mert a helyi néphit szerint templomromnak a derékmagasságú falai valamikor egy barbárul befalazott gyermeket rejtettek, Koppány vezérfiát, a kis kupát temették volna a legenda szerint ezek közé, a falak közé, és hát ez a feeling talán még most is érződik ennek a helyszínnek a közelében, úgyhogy ezt a templomromot például én nem hagynám ki egy közeljövőbeli kirándulás során. Talán ez a három helyszín az, amit így szívből ajánlok a többi között a kedves hallgatóknak, meg a kedves bakancslistázóknak. Összefoglalásul talán annyit mondhatnék, hogy Magyarország valóban csodálatos, tele legendákkal, vadregényes, gasztronómiai és kulturális helyszínekkel, úgyhogy legyünk bátrak, és tényleg fedezzük fel újra a hazánkat, mert a bakancslistán nagyon sok tétel szerepelhet, és érdemes ezeket sorról-sorra kipipálni, úgyhogy ehhez nagyon sok jó kalandozást, és
sikert, meg jó túrákat kívánok. Köszönjük a hasznos információkat és a beszélgetést is. Nagyon szívesen, én köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy a Big Podcast-ét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!